Kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarország ellen a menekült kvóta elutasítása miatt. Ma szavaz az országgyűlés a sokat vitatott civil törvényről, a Velencei Bizottság is kért módosításokat benne. Alkotmánybírósághoz fordul az LMP az úgynevezett tajgetosz törvény miatt a Jobbik és a Tanítanék mozgalom is segít. Akár 15 perc alatt is le lehet égni a tűző napon, a meteorológiai szolgálat figyelmeztetést adott ki az UVB miatt. Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Kötelezettségszegési eljárást indíthat ma az Európai Bizottság Magyarország és Lengyelország ellen a menekültek elosztását elutasító álláspont miatt. Azt hónapok óta tudni lehet, hogy az Európai Bizottság érvényt akar szerezni annak a döntésnek, hogy az Olaszországban és Görögországban feltorlódott menekülteket arányosan elosszák a tagállamok között. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta a parlamentben, idézem, nem fogunk engedni a zsarolásnak és visszautasítjuk a kötelező áthelyezési kvótát. Jávor Benedek európai parlamenti képviselő szerint az eljárások rossz fényt vetnek az országra. Alapvetően az a vélelem, hogy Magyarország az európai szolidaritást rúgja föl, és egész egyszerűen nem hajlandó vállalni az unió közös problémáinak kezeléséből ráháruló terheket. Kizárólag akkor jelentkezik Brüsszelben, amikor a markát kell tartania. Orbán Viktor szerint Brüsszel a terroristák pártján áll, de a nemzeti konzultáció megerősítette, hogy Magyarországon mást szeretnének az emberek. Vona Gábor úgy reagált a nemzeti konzultációról szóló beszámolóra, hogy a miniszterelnök saját démonaival küzd, egyébként pedig egy maffia kormánynak a feje. Szél Bernadett szerint Orbán Viktor olyan, mint Dagobert bácsi, csak neki nem dollárjel, hanem rubel villog a szemében. Magyarországon józan ésszel fölfoghatatlan, hogy Brüsszel nyíltan a terroristák pártjára áll. A miniszterelnök szerint Magyarország nem Európa ellenes, és sohasem volt az. Igazából Brüsszel váltott gúnyát. Orbán Viktor a legsikeresebb nemzeti konzultációnak nevezte a legutóbbit. Csak nem 1.700.000-en küldték vissza a kérdőíveket. A válaszolók azt akarják, mondta, hogy az illegális bevándorlók felügyelet alatt maradjanak a hatóságok döntéséig. Brüsszelben ma egy emberek millióit nyomorva döntő pénzügyi spekulás szabja meg, hogy merre van az előre. Európai vezetők hajbókolnak Soros György előtt, aki megmondja, mit kell tennie Európának. Vona Gábor szerint a kormány magára hagyta az országot, miközben a korrupcióban Magyarország éllovas lett. Az ön kormányzásában, miniszterelnök úr, a korrupció nem üzemzavar, nem emberi gyarlóság, hanem ennek az egész kormányzásnak a lényege. Ez nem más ugyanis, mint egy maffia kormányzás, és ennek a maffiának a feje pedig, miniszterelnök úr, ön személyesen. Az MSZP azt kifogásolta, hogy a nemzeti konzultáció miért nem az oktatásról, az egészségügyről, vagy például azokról a devizahitelesekről szólt, akik már forintban sem tudnak fizetni. Szent László idején még levágták a tolvajok kezét. Vajon mi történne, ha még ez most is így lenne? Kérdezte. Az önök oligarchái folyamatosan rabolják szét Magyarországot. És ha eljátszunk a gondolattal, mi lenne, ha érvényben lennének ezek a törvények? Akkor hol lenne Felcsúti, Mészáros, Nemstróman, Lőrinc? Hol lennének? Az LMP-t felháborította, hogy a miniszterelnök leterroristázta Brüsszelt, főleg, hogy Orbán Viktor egy asztalnál ül az Európai Unió vezetőivel. Szél Bernadett szerint a nemzeti konzultáció helyett inkább Paksról kellene népszavazást tartani. Én önben most már egy olyan miniszterelnököt látok, mint az a Dagobert bácsi a rajzfilmekből, akinek a szemében a dollárjel állandóan villogott, csak éppen önnek nem a dollárjel, hanem sokkal inkább a rubel vagy az euró villog a szemében. Úgy látom, hogy itt egy verseny hirdetett meg valakit titokba, amely valószínűleg arról szól, hogy ki tud durvábbakat mondani, és ki tud alpáribb lenni. Válaszában Orbán Viktor a korrupcióról azt mondta, hogy mindenki tartsa be a törvényeket, és akkor nem lesz baj. Szerinte a szocialistáknak, ha a korrupcióról beszélnek, eszükbe kellene jutnia például a sukorói ügynek. Az LMP-nek is üzent a kormányfő. Ez a szolgalelkű, koldus és kuncsorgó tempó, ahogyan önök az európai pénzekről beszélnek, az nem fér össze a mi gondolkodásunkkal. Orbán szerint egyetlen fillért sem kapunk ajándékba az Uniótól. A vita tanulsága pedig az, mondta, hogy a magyar emberek az ellenzéktől több komolyságot, tiszteletet és felelősséget várnak.
Ma szavaz az országgyűlés a civil törvény módosításáról. A javaslat szerint azok a szervezetek, amelyek egy évben legalább 7 millió 200 ezer forint támogatást kapnak külföldről, azokat külföldről támogatott szervezetnek kell minősíteni, és ezt a minősítést mindenhol fel kell tüntetniük. A törvényjavaslatot Magyarországon és külföldön is bírálták, mert sokak szerint a többi között megbélyegzi a civil szervezeteket. A liberálisok például azt javasolják, hogy az országgyűlés határozatban álljon ki a civil társadalom függetlensége mellett. Alkotmánybírósághoz fordul az LMP a nemrég elfogadott köznevelési törvény miatt, amely elsősorban a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket érinti. A módosítást és az aláírásgyűjtést a Jobbik és a Tanítanék mozgalom is támogatja. A magyar kormány egyáltalán nem figyel a leglényegesebb dolgokra. Szél Bernadett szerint a kormány a meggondolatlan törvényhozással az eleve nehéz helyzetben lévő gyerekeket hozza még nehezebb helyzetbe. Az én információim szerint több tízezer gyermek érintett, és ezek a gyermekek válhatnak áldozattá emiatt a meggondolatlan törvény miatt. Elmondása szerint mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy a törvényt hatályon kívülre helyezzék, és erre még van is lehetőségük az Alkotmánybíróság segítségével. A Jobbik is támogatja az LMP beadványát, és segítenek a szükséges aláírás mennyiség összegyűjtésében is. A Jobbik szerint az alaptörvényben deklarált esélyegyenlőséggel és társadalmi felzárkózás alapelvével is ellentétes, ezeket az alapelveket sértik, így az LMP alkotmánybírósági beadványát ezekkel is szeretnénk kiegészíteni, és ezt a kiegészítést követően az aláírásunkat biztosítjuk az alkotmánybírósági beadványhoz. A Tanítanék mozgalom elnöke alapvetően félreértésekre utalt. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy nem helytállóak a köztársasági elnök indoklásában azok a passzusok, amikor azt állítja, hogy nagy szakmai egyetértés övezte ennek a törvénynek az elfogadását. Törlei Katalin azt elismerte, hogy a gyógypedagógiai szakma megosztott a kérdésben, de vannak olyan pontok, amiket még a törvény kidolgozásában résztvevők is vitatnak. A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége szerint az intézkedések sorrendje nem jó. Azt gondoljuk, hogy a gyógypedagógia, hogyha kap erre lehetőséget, tehát a szakértői bizottságok erre a helyzetre viszonylag hamar föl tudnak készülni, tehát ez az egy-másfél év elég lesz rá. Az a kérdés, hogy a kormány a közoktatásba milyen erőket tud bevinni. Abban egyeznek az álláspontok, hogy megfelelő fejlesztések, odafigyelés és támogatás nélkül negatív hatásai lehetnek a módosításnak. Eladja magyarországi fényforrás üzletágát a General Electric. Ez a döntés a cég hazai üzemeinek nagy részét, és a dolgozók mintegy felét, azaz 2000 embert érint. Az üzletről már megkezdődtek a tárgyalások. Az MTI úgy tudja, nem kizárt, hogy az egyes területeket más és más vevőknek adják el. A cég kommunikációs igazgatója ugyanakkor közölte, hogy a cég továbbra is elkötelezett a magyarországi tevékenysége mellett. 30 milliárd forintot költhet a kormány a 2019-es európai Makabi játékok budapesti megrendezésére, a Magyar Nemzet szerint. Holott Lázár János korábban csupán 2 milliárdos szervezési költségről beszélt. A játékokra épülő létesítmények ráadásul nem szerepelnek a tavaly jóváhagyott sportfejlesztésről szóló Kemény Ferenc programban sem. Together. Az idei izraeli világjátékok után 2019-ben Budapest rendezheti az európai Makkabi játékokat, az európai zsidó közösség multisporteseményét. A játékok helyszíne már régebb óta ismert, az Arena Pláza és az MTK stadion közötti lerobbant területen, főleg az egykori Taurus gumigyár helyén épülnének fel a játékoknak otthont adó sportlétesítmények 30 milliárd forintból. Egész egyszerűen nincs arányban az ország teherbíró képességével az, amit sportra költ ez a kormány. A DK szóvivője szerint fontos a sport, de előbb az egészségügyet és az oktatást kéne rendbe tenni. A Jobbik szóvivője pedig azt mondja, nem tudja, milyen alapon rangsorol a kormány az egyes beruházások között. Illetve egyet tudok, szerintem mi éri meg nekik. Azt gondolom, hogy egy ilyen játékok során, vagy más egyéb sportberuházások kapcsán sokkal többet tudnak lopni, mint ha mondjuk azt egészségügyre, metróra, vagy éppen oktatásra költik. A sportkomplexum építése éppen úgy 30 milliárd forintba kerülne a tervek szerint, mint amennyi a hármas metróvonal felújításához szükséges. A Fidesz frakció vezetői szerint ez csak véletlen egybeesés. Ezzel az elővel még néhány költségvetési tétel, ami szintén pont 30 milliárd forint kiemelhetett volna, mert a költségvetés az egy összefüggésbeli, nagy összefüggés.
kérdést tartalmazó rendszer, nem feleltethetők meg páronként a beadási, vagy a kiadás és a bevételi előnyázatok, mert annak úgy semmi értelme nincsen. A helyszínen egyelőre semmi nem utal nagy készülődésre, az egyik itt dolgozó szerint még az épületek bontása sem kezdődött meg. Pedig a 444 úgy tudja, a bontásra kiírt közbeszerzésnek egyetlen cég felel meg, az, amelyik a Puskás stadion bontási munkáit is elnyerte. A kormány egyébként még tavaly év végén döntött az olimpiai pályázat sikerétől függetlenül mindenképpen megépülő sportlétesítményekről. A Kemény Ferenc program 11 beruházása között szerepel például egy atlétikai stadion, új jégcsarnok és extrém szabadidőpark. Ám az európai Maccabi játékokra épülő létesítményegyüttes nem. A 2019-es játékok után a sportkomplexum vagyonkezelője az MTK lesz. A klub a honlapján azt írja, hogy nem csak a saját utánpótlás nevelésére, hanem a Budapest sportélet majdani fellegváraként is tekint az elkészült létesítményekre. Az ATV híradóját Molnár Fruzsina tudósította. Biztonsági kamera is rögzítette, hogy megverik Dráva Piski polgármesterét. Mali Zoltánra hátulról orvul támadtak rá. A támadásra gyanúsított alsószentmártoni polgármester és társai korábban azt állították, hogy nem bántották Malit, magától csúszott el és verte be a fejét. Puff, ott volt, amikor fejbe rugott. Arra nagyon pontosan emlékszem, mert azt úgy láttam, vagy nem tudom. Mali Zoltán a kisboltja biztonsági kamera felvételén mutatja, amint a támadás következtében fejbe rúgták. A Dráva Piski polgármester kocsmát és trafikot is működtet Alsó-Szentmártonban, ott érte az atrocitás. Mali Zoltán azt mondja, pontosan tudja, miért támadták meg. Az vezetett idáig, hogy az Alsó-Szentmártoni polgármester önbetörést csinált. Egy ilyen betonrázó gép, ugye ez, amit a Start közmunka programból egyszerűen egy önbetöréssel megpróbált eldöntetni, és ezt nyilvánosságra hoztam, hogy magyar polgármester azért eddig ne süllyedjen már. Hozzáteszem, hogy ezzel megbukott ezzel a történettel, tehát a rendőrségen beismerte az általa elkövetett bűncselekményt, a közögirathamisításokat, a hatóság félrevezetését. Mali Zoltán ismerte támadóit. Elmondása szerint az Alsó-Szentmártoni polgármester és rokonaik gyűlték maguk alá. A biztonsági kamera végig rögzítette az esetet. Tehát ott már elkezdtek átbújni, és én arra figyeltem, és akkor jött ez a zorf támadás. Tehát ott már csak ott székkel ütöttek, még tudom én mivel. A témában Alsó-Szentmárton polgármesterét is kerestük, de nem volt túl készséges. Alsó-Szentmártonon este közmeghallgatást tartanak, ahova meghívtak minden érintettet. Súlyosbította a bíróság másodfokon azoknak a fiataloknak a büntetését, akik tavaly februárban egy magáról semmit sem tudó, erősen ittas 17 éves lányt vittek be egy debreceni ház lépcsőházába. Az egyik vádlott 6,5 év helyett 9, míg a másik 5 év helyett 7 év börtönbüntetést kapott szexuális erőszak és kifosztás miatt. Az ítélet jogerős. Ezeket a felvételeket készítette a debreceni ház biztonsági kamerája, így nem volt nehéz a fiúkat beazonosítani, még aznap éjjel otthonaikban elfogták őket. A fiúk beismerték tettüket, szexuális erőszak és kifosztás miatt kellett felelniük, amiért a bíróság még decemberben ítélte őket 6,5, illetve 5 év börtönre. Harmadik fiatalkorú társukat akkor 4 év javítóintézeti nevelésre ítélték. Az ügyész már akkor fellebbezett. A vádlottak kiemelkedő tárgyi súlyú, a sértett kiszolgáltatott helyzetét durván kihasználó, többszörös halmazatban lévő bűncselekményeket valósítottak meg. Emellett az adatok azt is támogatják, hogy a vádlottak is fogyasztottak szeszes italt, tehát önhibából eredő ittas állapotban is voltak, amikor elkövették a jelenlegi bűncselekményeiket. A védők azt kérték, hogy a bíróság ne szigorítsa a büntetést. A másodfokon eljáró bíróság az ügyész indítványát fogadta el. Alex elsőrendű vádlott szabadságvesztés büntetését és közügyektől eltiltás mellékbüntetését egyaránt 9 évre, tehát másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését és közügyektől eltiltás mellékbüntetését egyaránt 7 évre súlyosítja. A bíróság az elsőfokú ítélet többi részét, így az elkövetett bűncselekmény minősítését nem változtatta meg. A két fiú a büntetésük kétharmadának letöltésekor bocsátható feltételes szabadlábra.
életeket menthetnek a Budapest taxi sofőrjei. A társaság az összes fővárosban dolgozó munkatársát elsősegélynyújtási és újraélesztési képzésben részesíti a Teszünk a Városért program részeként. Györfi Pál szerint a kezdeményezés azért is nagyon fontos, mert sok esetben nem a mentősök azok, akik elsőként a helyszínre érnek. Hirtelen szívhalál esetén pedig az első 4 percben nyújtott segítség valóban életet menthet. A mellkasra mért percenkénti 100 nyomás segítheti a vérkeringés megindulását. A pontos ütemet vészhelyzetben nehéz lehet eltalálni, de az Airi Mafia V-Cap című száma ezt a ritmust követi. Ezt a gyakorlatot és még sok mást is, ami szükséges lehet az életmentéshez, elsajátíthatják az egyik budapesti taxitársaság sofőrjei. Nap mint nap Budapesten is többen halnak meg, és a segítségnyújtás az fontos. Tényleg, hogy ha valaki laikus és nem ért hozzá, nem kapta meg ezt a képzést, amit mondott, felhívja a mentőket, és ott a diszpécser szolgált, azonnal elkezdi őt rátukmálni arra, hogy tegyen valamit, ne csak ott álljon, mert mire a mentő odaér, addigra elvérezhet. A társaság ügyvezető igazgatója úgy véli, részükről ez egy többletszolgáltatás. Nagyon fontos az, hogy minden pillanatban tudjunk mérlegelni, és amellett, hogy megfelelően tájékoztatjuk a mentőszolgálatot, legalább az alapját próbáljuk meg segíteni az elsősegélynyújtásnak. Az országos mentőszolgálat fontos célja, hogy minél többen tanulják meg az újraélesztés módszereit, mert nem biztos, hogy a mentősök a legsürgősebb esetekben percek alatt odaérnek. Szokták mondani, hogy a taxisok mindenhol ott vannak a közlekedésben, és ez valószínűleg igaz is, már pedig sokan utcán lesznek rosszul, hogyha hirtelen szívmegállás következtében valaki életét veszti, akkor az első 4 percben kell elkezdeni az újraélesztést, ezért is fontos, hogy minél többen, például taxisok is értsenek az elsősegélynyújtáshoz. A BKK tavaly ősszel indított el hasonló kampányát, eddig 62 kollégájukat képezték ki. A forgalmi zavar elhárító járműveiket felszerelték defibrillátorokkal és figyelemfelhívó plakátokat is kitettek. A kollégáknak is kellett használni már a készüléket, nem siker volt olyan, hogy sajnos már sikertelenül, de összességében azt látom, hogy ezek a lehetőségek kellenek ahhoz, hogy egyébként a közösségi közlekedési rendszer és a főváros közlekedési rendszer egészében is biztonságosabb váljon. A BKK tervei között szerepel az is, hogy 13 ügyfélközpontjukban is mindenhol lesz defibrillátor. Extrém UVB-sugárzás volt tegnap sokfelé az országban. A meteorológiai szolgálat riasztást adott ki. Ilyen időben egy normál bőrű ember akár 15 perc alatt leéghet. Ez pedig bizonyítottan hozzájárul a bőrrák kialakulásához. Ezért az orvosok szerint nagyon fontos a megfelelő védelem. A daganatos megbetegedések közül a bőrrák előfordulása növekszik a legnagyobb mértékben. A szikrázó napsütésben sokan kimentek napozni és fürödni a római strandra. Van, aki felkészült a veszélyesen magas UVB-sugárzásra, de találkoztunk olyannal is, aki nem foglalkozik ezzel. Szoktunk ilyen 50 faktoros krémet venni, azzal kenjük a gyereket is, meg magunkat is egyaránt. Hát az árnyékba ők bevonulnak. Én napozni jöttem, szóval annyira nem érdekel. A strandok ilyen időben a legnépszerűbbek, ezért az üzemeltetők is próbálnak figyelni a vendégek biztonságára. Mi nagyon figyelünk az UVB-sugárzásra, és ezért nem véletlenül minden gyerekmedencénk fölé árnyékolót feszítettünk ki, illetve jó pár fürdőegységünkben ingyenesen biztosítunk nyugágyat, illetve napernyőt is, amit igénybe tudnak venni a vendégek. Legtöbben krémekkel védekeznek a napsugarak ellen, de van, aki egyáltalán nem hisz bennük. Az én kisunokáimat tegnap agyba főbe kenték, és mégis leégtek. A szakemberek többsége azonban ajánlja a krémeket. Erről beszélt kora reggeli adásunkban a Startban Körmendi Miklós bőrgyógyász is. Nekem mondani, már a 20-as, 25-ös faktornak is egy jelentős védőhatása van. Tehát ugye ez nem teljesen arányos, tehát az is legalább 80-90%-át már kiszűri a káros sugaraknak. Csak az emberek ugye elég drága készítmények lévén spórolnak, néha kevesebbet alkalmaznak, mint amit a tesztek alkalmával fölkenni kellene. Magyarországon évente 40-50 napon éri el a mostanihoz hasonló extrém szintet az UVB-sugárzás. Ilyenkor egy normál bőrű ember 15 perc alatt leéghet. Ilyen teljes UV-tartományt mérik meg. Tóth Zoltán légkörfizikus az UV-sugárzás mérőeszközöket mutatja. Azt mondja, a mértéke a napsugarak beesési szögétől és a levegő ózontartalmától függ. A harmadik fontos tényező pedig a felhőzet.
az, hogy milyen típusú és milyen magas felhők vannak. Valamelyest még, ha teljesen derült az idő, akkor számít a légkörnek a sugárzás áteresztő képessége is, ami a szennyezőanyag tartalom, a levegőben lévő szennyezőanyag mennyiségétől függ. Ebben az évben most adtak ki először UVB riasztást, ami még kedden is érvényes lesz. Ez volt a Híradó 6 órakor, de maradjanak velünk, mert néhány perc múlva kezdődik a Start Krug Emiliával és Kárász Róberttel. Jó reggelt, szia Robi, milyen témákkal foglalkoztok ma reggel? Jó reggelt kívánok, jó reggelt, szia Anna, üdvözöllek téged is és a nézőket. Kanász Nagy Máté, az LMP ifjúsági szakszóvívője lesz az első vendégünk, annak apropóján, hogy rosszul működik-e és rosszul működött-e a fiatalokat támogató program. Ugye több mint 2000-en jelentkeztek erre a programra, és érdekes módon csak 13-an részesültek ebben a bizonyos 3 millió forintos támogatásban. A kérdés az, hogy a többieket majd hogyan fogják kárpótolni, ha egyáltalán kárpótolnák. Aztán Törlei Katalin, a Tanítanék Mozgalom részéről, ugye az úgynevezett és az elhíresült Tajgetosz törvényt fogjuk majd gorcső alá venni, hogy miért nem vontak be több szakmai szervezetet, és hogyha bevontak volna, akkor vajon más lett volna a Tajgetosz törvénybe, illetve nem félrevezető-e ez a nagyon-nagyon sarkos elnevezés és elnevezés. Aztán Gőgő Zoltán elnök helyettes az MSZP részéről érkezik majd Emiliához. Megbukott-e a vidék fejlesztési program, de Emilia természetesen ezen kívül rengeteg kérdést tesz fel, mint hogy majd én is Karácsony Gergelynek, a Párbeszéd miniszterelnök jelöltjének, társelnökének, hiszen a Párbeszédnek elég érdekes választási programja van. Laikusként azt mondhatnánk, hogy húha, hogyha ez megvalósul, akkor itt Magyarországon eljön a Kánaán, persze más kérdés az, hogy ez vajon kimeríti-e annak a fogalmát és annak a kérdését, felvetését, hogy ez a választópolgároknak a megtévesztése. De Anna, dióhéjban most ennyit mondok, de arra szeretnélek téged kérni, hogy valamikor fél óra múlva légy szíves, meg kapcsolj vissza hozzánk, és akkor elmondjuk a folytatást. Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Köszönöm szépen, Robi, most tehát ezekkel a témákkal jön a Start. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom önöket, addig is legyen szép a reggelük, viszontlátásra.